Na, szevasztok! Gondolom én várhatólag az utolsó simításokat, jaj, bocsánat, bele hallatszik valószínűleg, hogy keverem a kávémat, de hát se baj, mert hát már az utolsó simításokat csinálom, ha minden igaz, a balga falva fel is út map készítés során, úgyhogy most már kezdem úgy érezni, hogy látom a fényt az alagút végén, de azért nem akarok bemenni rajta természetesen. A francba. Kicsit édes lett ez a kávé. Látszik, hogy nem az asszony készítette nekem, hanem saját magamnak. Voltam kénytelen csinálni. Na, azt mondja, hogy még egy-két olyan festést fogok csinálni, ami úgy gondolom, hogy javíthatja a képet, a látványképet. Én ennek vagyok a híveim mindenhova. Harvest Ready füvet telepítek, ezt nem tudom miért, de olyan nekem olyan szimpatikusabb. Kávéhoz kell a cigaretta, úgyhogy várjatok egy másodpercet. Na. Tegnap este csinált a Kovi papa egy map bemutatót, és megbeszéltük, hogy ő még mit javasolna, hogy némileg otthonosabb legyen, még otthonosabb legyen, mondjuk úgy. És megfogadtam természetesen a tanácsát. Csináltam ide a hőső templomhoz egy kis kegyhely jellegű kialakítást. Plusz a régi trágya kupacokat, azokat kitöröltem, ami olyan, tényleg olyan csúnyát mutattak. Azokat kitöröltem, és akkor oda valószínűleg, hogy lesz szerves trágya, normál, felhasználható szerves trágya tömörítve, amit egyszer föl lehet majd használni. És ez mellett még, amit javasolt nekem, azt is ugye természetesen megfogadom, hogy cseréljem le az alapgépeket kicsire, mert így egyre kisebb benne a kihívás. Emlékszem rá, amikor legutoljára ő megkérdezte a véleményemet a milyen mapról is, puszta mapról, akkor ugyanezt a tanácsot adtam neki, és én időközben ezt a tanácsot úgymond kiment a fejemből. Na, ide viszont nem Harvest Ready füvet fogok rakni, hanem kisebbet. Green Middle. Hülye. Ez. Ami már kaszát, ugye az egyház valamennyire figyel itt a másra nem is, a pörsölyre, meg a pörsöly ürítésére, meg azért a kegyhelyek valamennyire karbantartására, vagy tisztántartására, vagy nem is tudom, ha másra nem, akkor körülötte a kaszálásra. Igen, na, tehát akkor itt tartunk, hogy na, akkor itt is lejjebb veszem a füvet egy picivel. Így, ni. Ahol kell, ott kitörlöm. Pontosabban, ahova nem kell a fű, ott kitörlöm, de a többi helyen megtartom. Így ilyen kisebb füvet hagyok. Na. Így ez jó. Virágváza. Innen is van egy kis pad. Néhány pad. Változások még annyit történtek, hogy a kocsmá, vagy a sörfőzdéhez most már sikerült beaktiválnom egy faszakis papkocsmát, amit az izével együtt fogok módként adni, a sörfőzdével együtt. Egy nagyon pöpec kis papkocsma. Pub. De mit tudom én, hogy apá, pub. Mondját mindenki akár úgy mondja, ahogy akarja. Lefogyott a kávém. Hiába, gyerekek, ha nem az asszony csinálja a kávét, akkor egyből észrevehető, nem olyan, nem esik úgy.
a csőrömre. Itt is akartam valamit csinálni, mégpedig van itt egy kődobáló, ami fingom nincs, hogy hogy került ide. De én ezt oda viszem a pupkocsmához. Na várjál. Ez mi? Jó, katapult. Mint ahogy a sörfőzde helyét is, ezt is fel, mondjuk úgy címkéztem, hogy hova való a, pontosabban, hogy hol csináltam helyet a sörfőz, a ízének, a pápkocsmának. Aztán mindenki természetesen úgy fogja elhelyezni, ahogy neki szimpatikus, ahogy neki jól esik, és oda, ahol legjobbnak látja. Ugye nincs a levegőbe, ahogy nézem. Nincs. Jó. Ez már csak egy ilyen dekor. Dekor cucc. Na. Most viszont úgy gondolom, hogy most már elértem azt a szintet, hogy játszok is rajta. Mégpedig van időm, mivel 9 óra van most. Péntek reggel 9 óra, hajnali 9 óra, igaz, hogy már 3:30 óta fönt vagyok. Azóta bűvölöm ezt a mappot. Tegnap este nem hagyott nyugodni, a Kovi papa azt mondta, hogy tegyem félre, aztán pihentessem egy kicsit az agyamat is, meg a mappot is. Hát nem hagytam, mert igaz, hogy nem bűvöltem magát a mappot, de agyilag még rá gondoltam, és addig-addig, hogy hogy átbűvöltem, átgondoltam, hogy mit is kéne, hogy is kéne. Sikerült ezt a módot megoldanom, ezt a kocsmás témát. Majd meg fogjátok látni, hogy hogy. Na, amit viszont mindahogyan a mappal együtt fogok adni, ugye a balga map, akkor ez az info message, ami bal oldalon felül kiírja a sarokba azt, hogy mi is a teendő, tehát hogyha oda állsz az üzemanyagkúthoz, akkor megkezdheti a töltést, meg mit tudom én mi. Ezt az Easy Develop Control-t, ezt nem adom hozzá. Ezt mindenki le tudja szedni, bár mondjuk ezt is, de javaslom, aztán hát egy 317 kilobajtos mód, tehát lehet, hogy hozzáadom. Ez a Vehicle Control addon, ez nem velejárója, mivel ezt én szeretem használni, ezt csak azért rakom most be. És akkor itt van maga a mód, ami 19,7 megabájttal fogja megnövelni a mapnak a méretét, ami így, hogy le van pucolva, így most kitömörítve 785 megabájt, ha becsomagolom, amit hát lehet, hogy jobban járok, ha becsomagolom, akkor meg is lehet nézni. De felesleges becsomagolni. Nem csomagolom be. Felesleges becsomagolni, mivel a gépeket lecseréltem azokról a nagy John Deere-okról, lecseréltem izéra. Visszaálltam a New Holland témára. Az ugye viszonylag még közel áll hozzám a New Holland, mert tetszenek a New Hollandok. Visszaálltam a New Hollandra, és akkor arról is kell majd képeket csinálnom, töltőképet is, meg akkor majd képet a megosztáshoz is. Na, ezt a mentést, ezt törlöm, mivel itt még ugye a Yondér van. Én sajátosan az angolom ugye értelemszerűen máshogy mondom a Yondért. Mások így mondják, hogy Yondér. Én úgy mondom, hogy Yondér. Ezt még soha nem használtam, ez egy ingyenes DLC. Nem tudom, ezt se használtam még soha, ez is egy ingyenes DLC. Na, tehát akkor ez a izé, ez egy nagyon jó cucc, annyi, hogy még át kell raknom az F12-ről a képernyő mentés gombot egy másik gombra, mert F12 van ez a mód is. Logot most már nem mutatok, mert a sínek hozzák a izéket valamilyen oknál fogva. Valami kis sín probléma van, tehát olyan, hogy a föld szintje eléri a sín magasságát, és az a hőbölög egy kicsit
hogy hívják, akinek ez nem tetszik, az majd kijavítja magának, én már nem fogok ezzel foglalkozni. Egyébként majd lehet, hogy megmutatom, az alapmappon is hozza azt a hibát, amit ezen is, hogy mit tudom én, van egy olyan warning, amit hoz. És akkor itt már teljesen életszerűen lehet kezdeni az egész játékot. Ugye elindulsz otthonról, mint ahogy a való életben történne ez a sztori. Kicsit bemelegedett a New Holland golfkocsi. Mondjuk ezt nem tudom lecserélni. Hülyeséget mondtam. Bemelegedett a John Deere golfkocsi. Ezt nem tudom lecserélni New Hollandra, mert olyan nem van. Na, tehát az eredeti sztorit szerint tudunk haladni, ahogy én ezt kitaláltam. Megy a harangot, hát azt még meg se csináltam. Be akarok tenni a templomba még egy hangot. Megint elkanyarodtam a témától, látszik, hogy nagyon kipihent vagyok. Levágtam a stop tábla mellett, mentem el, se baj. Mi ez a lag? Az Isten itt neki, hát nem igaz, eddig nem volt. És külső nézetből, hoppá, ez a bukkanó, ez szándékos. Mint ahogy ez is. Még mielőtt bárki megkérdezni. Jaj, gyerekek. Se baj, a fődet, azt még át kell írnom. Hú, na, elkanyarodtunk. Na, akkor viszont azt fogom csinálni, hogy vissza kilépek. Kicsit szétszórt vagyok, látszik. A sorin, ugye, kilépek. Várjatok, közben megmutatom MapUS, amiről beszéltem, itt akkor már megmutatom, ez a MapUS. Kiveszem az összes módot, és látjátok, nem van bent mód. Alaptérkép, Original, Farming Simulator 22 által szolgáltatott log, ami hozni fog nekünk, ha minden igaz, a Barley-ra egy warningot. Tehát már magában az alap mapban benne van ez a... Igen, basz, most akkor esek pofára, hogyha most meg nem hozza. Lehet, hogy azóta kijavították? Csak én nem vettem észre. Most valótlant állítottam. Nem. Itt van. Igazam volt. És ez az alapmap. Tehát nem lehet azt mondani, hogy benne van egy mód a mentésbe, és az okozza, mert aki el tudja olvasni, az rájön arra, hogy nem. Ezt a Medov, mégpedig a Medov, az ugye az egyik fű, az amerikai fű textúra. Tehát ez benne van az én mappomba is, ez gondoltam mentségemű fog majd szolgálni, hogyha esetleg valaki megnézi a logot, és megtalálja az én mappomba ezt a hibát. Amit akarok csinálni, és azért is léptem ki, gyorsan még a földet át akarom variálni, mégpedig úgy akarom átvariálni, hogy ne a 9-es föld, az a nagy föld legyen a kezdő föld, hanem akkor, hogyha már nehezítjük a storyt, akkor azt mondja, hogy... Farmland. 1-2. Na mindegy, ezt megnyitom. Várjál. Így, meg kell nyitnom a mappot is. Közben megnézem. Na, a legkisebb földet kapjuk alapból.
nehezítésképpen, hanem azért mégiscsak egy, szerintem maradok annál a földnél, majd mindjárt kiderítem, hol vagyok. Itt vagyok, arra megyek. Igen. Tehát egyes föld, kettes föld. Szerintem a hármas földet fogjuk megkapni a lapból. Hármas földet. Jó lesz ez nekünk. Melyik földet válasszam alapföldnek? Jó lenne úgy csinálni, hogy egy kicsit kelljen már az alapoknál menni egy picit. Igen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, akkor a hetes földet fogom megadni. Hetes föld lesz a kezdő föld. Igen. Hetes föld. Az megközelítőleg akkora, mint a kette, vagyis a hármas föld, amit adtam volna, de a hármas az ez hetessel vetekszik, a négyes az kicsit már nagyobb lenne, de itt viszont ugye azért akarom ezt megadni, ezt a földet, mert nehogy már az legyen, hogy ez itt van alattunk, itt van a seggünk alatt, és akkor csak kimegyek a telephelyről, aztán már kapálok, kaszálok, aratok, meg főszedem a krumplit egyből, aztán viszem be is főzöm a paprikás pityókát, mint ahogy az erdei cimborák mondják, hanem akkor elindulok, aztán el kelljen mennem nekem ide, hogy egy kis kihívás is legyen a dologba. Még mielőtt el nem indulok, várjatok, eszembe jutott valami. Mégpedig ez a bokor. Ezt a bokrot beljebb kell tenni, mondom, beljebb kell tenni, mondom, beljebb kell tenni, hát nem igaz. Így, beljebb kell tenni, így. Bokor az legyen a füvön. Így, aztán még egy picit beljebb, így. Bár akkor már nem lóg ki az útra, inkább lógjunk ki az útra egy picit, így. Picit lejjebb teszem. Nem annyira, hogy már földbe legyen teljesen. Égyni, égyni. És akkor melyiket mondtam? Hetes földet, ugye? Na még egyszer számoljuk meg. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igen, mert az erdő a farmland szerint a 8-as, azt hiszem. Jó, tehát a hetes föld. Mondjuk így is, mert úgy is megnézhetném, hogy bemegyek a gameplaybe. De jó, ez így, hetes föld. El ne felejtsd, Laci. Korán van még, vagyis hát korán volt a korán. Hetes föld, na tehát a farmlandból. Azt mondja, hogy akkor most a 11-es a miénk, azt akkor megszüntetem. Így. Ctrl-C, 7-es, 6-os, 7-es. Így, ide Ctrl-V. Jó, és akkor innen ezt szépen így ezt töröljük. 7-es, 7-es, és akkor igen, a 8-as az meg az erdő. Az erdő az viszont kevesebbe kerül, mondjuk annyit még lehetne a dolgokon nehezíteni, hogy a 8-as földet elvenni, vagy pedig még jobban lejjebb csökkenteni. De így is látjátok, hogy 70 ezer, általában minden egyes mappon, vagy térképen itt a price per hektár az 60 ezerre van állítva, vagy kevesebbre. Na most én a nehezítésképpen én ezt főhúztam 70 ezerre, tehát ezzel is nehezebb legyen megvenni azokat a nagy földeket. Úgyhogy itt tényleg, hogyha te izé szerint akarsz játszani, csítelés nélkül, akkor aztán főkötheted a tangát rendesen. Na, tehát akkor megcsináltam mindent, igaz, amit akartam. Jó, visszarakom a izét. Megvannak a módok, visszarakom ezt. Úgy, biztos, hogy megcsináltam mindent, biztos, hogy megcsináltam mindent, jó. Könnyítésképpen viszont annyit csináltam, hogy a sörgyárat és a pápkocsma árát levittem nullára. Ez szerintem baromi nagy segítség, mert a sörgyárnak az ára az 80 ezer euró lett volna,
A papkocsma ára viszont 20 ezer. Úgyhogy azokat is módosítottam. Ezt akarom még kivenni, ezt a szutykot, mert ez nekem ide nem kell. Ígyni. Ezt az Easy Development módot, ezt én eddig nem használtam. 19-ben használtam némi kis morgolódással, mert én nem vagyok híve ezeknek a dolgoknak, mert ez ilyen, olyan... Már az is nagy segítség, hogy nullával, hogy hát van írva a játék, akkor nullával meg lehet cheatelni könnyen, meg akkor ott repülgetni lehet, meg baromi gyorsan lehet futkározni, meg mit tudom én még micsoda. Ezzel az Easy Development-nel, meg gyakorlatilag már kézpicsa meleg mellé, mert még a szart is oda tudod rakni a föld mellé, ahogy akarod. Olyan méretű kupacba, olyan mennyiséget, amilyet csak akarsz. Ugye benne van a hiper szuper erő, meg kutyafasza, tehát mindent A-tól Z-ig be tudsz rakni. Na most lelked rajta, ha használod, ha nem, akkor nem. De jó, hogyha benne van, de nem szükséges használni. Bassza meg, ide kéne raknom egy zebrát, még a végén a kocsmából érkezőket elütik az autósok, aztán rájuk lesz fogva, hogy piással jöttek ki a kocsmába, holott, dehogy. Nem azért mennek oda, hanem tejet inni. Leraktam én a az előző izéből? Nem hiszem. Na, azt mondja, hogy építkezés. Itt van a, hol van a termelés. Itt van a, ez itt a sörgyár. Ahogy látjátok, a price, az ára, az... A Balga falva felisút teherpálya udvaron a tehervonatok egymás után sorra érkeznek, ezért a sinek mellett óvatosan közlekedjenek. Figyeljetek! Megértésüket köszönjük. Na, tehát értelemszerűen itt a felirat szerint is itt a sörgyár. Most fizikailag is ide fog kerülni. Nulla pénzembe fog kerülni. Nem? Mi? Talajátalakítás, talajmódosítás, 83 pénz, mégse lesz nulla pénz. Na, de hát ennyit megér egy valaksör, ha nem? Na és akkor itt van, termelésnél van egy olyan, hogy értékesítési pontok, itt viszont itt van a papkocsma, amit viszont annak is csináltam egy helyet, már mutatom is, hogy hol. Jó, nem megyünk sehova, maradjál bugyitba. Nem tudom, hogy az előbb megmutattam-e már. Ja, de megmutattam, mert ide raktam ezért a katapultot. Azt hiszem. Ha nem, akkor így jártam. Na, égyni. Úgyhogy viszonylag egyenes legyen. Előtte van a le az értékesítés. Rá lehet rakni a matricára. Itt van előtte a leadási pont. Tehát nem kell körbejárni. Mert nem kell attól félni, hogy nem áll meg a korsó, sehol nem áll meg a korsó, körbejár, sehol nem áll meg a korsó. Hát itt megáll a korsó, mivel a felirat szerint is... várjatok, azért meg kell mutatnom. Most van időm, úgyhogy szaladgálok össze-vissza, mint a pók a falon. Ez az, nem ez az, ez az, nem ez az, ez az, ez az. PUBG kocsma, hol az eleje? Ja, de körbe kell járni, haha. Itt a hátul van az ürítő része. Na, a felirat szerint az élet balgás oldala. Sör pub. Mondjuk, ha traktorra jöttem volna, akkor jobban lehetne látni. Szépen a kocsmában megvan a hang. Mindjárt megmutatom, hogy itt aztán nincs olyan, hogy nem veszik meg a sört tőled. Azt mondja, hogy adok magamnak egy kis energizert. Módok és DLC-k. Úgy, barley, ez is jó. Árpasör. Kiveszek egy raklapnyit.
Most ezt föl tudom venni, ugye, mert izé. És már, hopp! Már meg is vették. Na jó, ugye, ezt mondtam, hogy ez az Easy Development, ez már egy csalás így ebbe a formába, mert gyakorlatilag kiraksz 150 rekes sört, aztán már van 150 ezer pénzed. Visszaveszem a szuper, hiper szuper erőmet. Aztán most már tényleg elindulok, mert hasamra süt a nap. Amit még meg akarok csinálni, csak még az odáig még nem jutottunk, tamtunk. Mondjuk ezt még nem teljesen tudom, hogy hogy lesz, mert ezt én még nem csináltam soha, és a Kovi papa javasolta, hogy legyen ez úgy megcsinálva, hogy kivettem azokat a dekor kupac trágyákat, és akkor, hogy szerves, felhasználható szerves trágya legyen. Kakuk, kakuk. Úgyhogy azt még nem csináltam meg soha, nem tudom, hogy hogy kell hozzárendelni a maphoz, de ugye nincs olyan, hogy nincs lehetetlen. Tehát mindent meg lehet csinálni. Mindjárt le is pakolok majd egy kupac ganyét, hogy megmutassam, hogy mire gondolok. Mi az Isten? Ennyire kell kapaszkodni ennek itt a izén? 29-30-a megy főfelé ez a golfkocsi ezen az emelkedőn. Pedig aztán taposom ám a gázpedált, mint a bajnok. Na itt már fő tud gyorsulni valamennyire. Itt már kell visszavennem a lejtő miatt a... meg a kanyar miatt a gázt. Na itt aztán dobál rendesen. Aki még nem hallotta, mondjuk a Green Christian az már hallotta, de kicseréltem a kutya hangot is. Most aztán a kutya nem csak izé, csak néha vakkant egyet, mint valami rokkan nyugdíjas, szerencsétlen öreg jószág, hanem ez azért be tud pörögni rendesen. Várjatok mindjárt. Ott van egyébként, hogyha látni akarjátok. Ide félre is állok ezzel a menő verdával. Ne menj közel! Ne menj közel! Úgy, menekülj, fuss! Úgy. Levert a víz, mi? Rám. Na, most akkor elméletileg már a hetes föld az enyém. Mégpedig ez a hetes föld, ugye ez az enyém. Bassza meg, ez az én fődem. Na mindegy, akkor ezt javítom majd. Várjál. Fel is úgy, Gyuri. Mész kell hozzá. Na mindegy, amúgy is bérmunkázni akartam. Eleinte, meg akkor... Na itt akkor a templony. Ezt akkor megcsináltam most, mert ide jöhetnek a izék a mamikák, erre a felére ide letehetik a kuffert, aztán várhatják a szentmisét, meg tőthetik a pörsőt, ide meg jöhetnek a menők, akik a pubból jönnek, aztán így raktam nekik ide hamutartót is, ne a fő, de dobálják el a csikket. Ez nem emelhető meg, jó. Aztán itt végig megbeszélhetik, hogy mi történt éppen a rockfesztiválon, vagy az este a búzasör hatása után. Igen, ide már rögtön raktam egy izét, egy kezdésképpen egy szilásvillát, hogyha esetleg valaki, ahogy lehet látni, balfőső sarokba kiírja a töltési szintet, és a tömörítési szintet is, tehát ebbe aztán fééranyag. Nyugodtan neki lehet esni, aztán akinek van hozzá türelme, megtöltheti. Itt döngicsének a legyek, nincsen trágya. Na mindjárt ide alkotunk egy kupasz trágyát.
Mégpedig ezzel a móddal, hát ugye ez ennek a módnak az előnye, és hogyha úgy nézzük, akkor a hátránya is, mert itt már tényleg sertéstakarmány, trágya, műtrágya, nem műtrágya, trágya. Ide beírom, hogy azt mondja, hogy mit tudom én, most beírok egy 100 000 litert, és egy 5 méteres kupacot, így aztán pipa, és már állok is a szar tetején, nyakig a szarba mondhatni. Jó néz ki, mert befogja így a fát is, semmi gond. Jó, annyival lesz jobb, hogy értelemszerűen ez itt már szerves ganyé, tehát ez felhasználható, nem az a gagyi papírtrágyadomb. Amit viszont majd valószínűleg úgy fogok csinálni, hogy ide rakok még egy kupaccal, és akkor... És akkor izé... nem kell egy ideig jójózni azon, hogy na mivel is trágyázzak. Na, azt mondja, hogy jó, elcsesztem, 6-os föld az enyém. Így meg 7-es. Ha? Ezt utálom ebbe az izébe, 7-es. Ez, erre akartam. Aj. Fene egye meg. A fene egye meg. És már 31 perce megy a műsor, aztán még nem csináltam semmit. Jó van, akkor inkább nekiesek, aztán bérmunkázok. Trágyázás. Betakarítás. Na, betakarítás. Nézzük. Hányas föld? 11-es föld. Ez biztos, hogy nem kicsi. 11-es föld. Ez itt a... Oh, gyerek. Én ezt nem vállalom. Nem merem bevállalni. Múltkor is mennyit forgolódtam rajta. Trágyázás. 20-as földön trágyázás. Várjatok, csak még valamit meg akartam nézni. Igen. Ja, a Kovipapa jelezte, hogy nincs sör a kantinba. Hát most aztán van már 2 raklapnyi is. Na, tegnap még be lehetett menni, most már zárva van, mert izé. Mert... Ben van a sör. Ilyenkor már zárni kell. Hát mi az Isten van, tényleg nem... Na. Itt a borsodi, jó kis borsodi. Most idegesít ez a föld választásos cuccos. Most ilyenekkel kell elbasznom az időt. Persze, mert én a farmlandot néztem, a farmland szerint ez a 9-es. Hát akkor se jó. Igen, farmland, ugye az egész térkép az az 1-es, 2-es, 3-as, ez a farmland. De miért számoltam én így, hogy... Hát itt van 1, 2, így számoltam, 3, 4, 5, 6, és akkor ez a 7-es. Ó, hát szó, hogy így kell, ó, hát ezt elbasztam, 9-es kell akkor viszont megjelölnöm. A 9-est. Gyerekek, az a helyzet, hogyha nem csinálom meg most, akkor el fogom felejteni. Tehát át kell írnom a 9-esre. Jó, nem mentett. Muszáj megcsinálnom, mert tényleg el fogom felejteni. Map US, így, hol van? Farmland. Így. És akkor ide. Így. Ezt meg akkor innen. Töröljük 7-esről, igaz? Így. Na,
Nagyon jó. Most már remélem, hogy nincs hiba. Jó lesz így. Igen, egyes farmon szerint az egyes az enyém. 8-as az az erdő, a 9-es földdel. Jó, mentve van. Ezt bezárom. Ezt visszarakom. Most akkor annyi, hogy a papkocsmát azt nem rakom le, se a sörfőzdét, hanem akkor most már lehet tényleg dolgozni a saját földön. Még pedig a tervek alapján, most már tényleg a saját földön fogok dolgozni, nem riaszthat el a munkától semmi. Maximum egy szomszéd, egy postás, egy telefonhívás, egy... Mi a másik ez, amit ki akartam venni? Egy üzenet. Jön a szomszéd megint, hogy izé, hogy... Mit tudom én, állítsam be a karóráját, mert az icaka elnyomkodta, vagy elnyomódott. Hú, mindig jön valami, mindig szarik valamit a kutya. Egyébként a minap elkezdtem videót csinálni, azt hittem, hogy agylottyanást kapok. Mert nekiálltam videót csinálni. Erre jön a szomszéd. Asszony, hogy valamit elnyomkodott a tévén, állítsam már be. Hát olyan fél órája csináltam a videót. Hát mondom, nem ér rá később. Most kezdődik a sorozat. Hogy baszódjál meg, mondom. Na jó, van, átmentem, segítettem neki, gyorsan beállítottam. Fél óra videókészítés, elment a levesbe, kezdhettem előről. Akkor elkezdtem a következő videót, amikor már bemérgeltem magam, akkor úgy voltam vele, hogy akkor inkább csinálok egy kis izéjátékot. Mi a fenét? Felpörgött állapotomba. Nem ezt akarom, ezt akarom. Sertést akar, menj trágya. Gyorsan be kell izénom, mert itt a kutya megesz. 5 méter, ide lerakok 100 000-et. Az meg, hogy elment neki az árama, vagy valami lófasz történt, hogy főzzek már neki egy adag kávét. Hát mondom, az meg nem hiszem el, hát nem lehet itt semmit csinálni, mert folyamatosan zaklatják az embert. Maradjál már nyugodtan! Hát nem igaz. A nagy traktorral menjek, a nagy traktorral dolgozok. Most már csak azért is, pedig nem akarok nagyra dolgozni, de igen. Ja, közben nem is néztem, hogy van-e termény a fődemen. Nem hiszem, de... művelt, jó. Művelt, tehát akkor nullán van a föld. Úgyhogy... hengerezést igényel. Meg mész is kell hozzá, tényleg azt be kéne állítanom. Mert hát már magyar feelinges a valamennyire a cucc, akkor inkább ne igényeljen hengerezést. Várja, mindjárt megtalálom, hogy hol. Nem kell, hogy mentsél. Azt mondja, hogy éjszakos növekedés jó, napok száma az maradhat. Termény megsemmisülése igen, kötelező szántás igen, természetes kő nem, méz szükséges nem. Gyomok maradhatnak. Játékmentés. Így. Ja. Úgyhogy, vagy háromszor nekiálltam. Ja, és harmadszor, meg a izé a... Vagy lehet, hogy már mondtam. Ez a izé hívott, ez a vitaminos cucmány nudli, hogy vegyek tőlük bogyót. Igen, ezt már mondtam. Aztán mondtam neki, hogy hagyjál már békén, bazeg, inkább kimegyek a kertbe, aztán most már jönnek a kerti gyümölcsök, és inkább szakítok egy almát a fáról, vagy veszek fel egy fejes salátát, vagy akármit, és inkább azt teszem, mint a te bogyóba zárt világodat. Így. Na,
azt mondja, hogy ide is termelek magamnak trágyát. Pikpak. Csak azért, nem így. Azért akarok ide rakni trágyát, hogy ne kelljen ott a kutyaugatással bíbelődnöm. Égyni. Ja, jó nagy kupac. Így. És akkor majd kicsit lelkesebben lehet így már csinálni a dolgokat valósághűbben, hogy megrakod a trágyás szekeret, mondjuk úgy. Éha, belemarkoltál ám egyből. Várjatok, mert most fordítva áll. Ugye hát a normál esetben is így működik, nem automatikusan kerül fel a trágyaszóróra, ami a fene, a ganyé, hanem azt föl kell merni. Ez 1000 literes ez a kanál, úgyhogy lehet meregetni egy kicsit, egy jó ideig. Mert itt van 100 000 liter, amit leraktam. Már lehet, hogy átmegyek én a túlfelül. Ennyi, Rudi? Egy tonna az nem okoz akkora gebaszt a traktornak, hogy föl kelljen hátra raktam a súlyt. De a szilás villát azt azért vettem szándékosan egyébként, mert én például azzal jobban szeretem a fát pakolni, mint a rönkvillával, ami a játékban van, mert az olyan gyöngére van megcsinálva, mint a harmat. Megfogod vele a rönköt, aztán egyből kifordul belőle. Várja, innen jobban valahogy szemre áll. Mondjuk lehetne csinálni egy ilyen kanalat. 2 perc alatt. Ami nem kér frissítést, aztán legalább egy 3000 literesre megcsinálni. Akkor ez a kupac ez csak 33-szoros töltéssel tűnnel, nem 100-szorossal. Tömörítem közben a ganyit. Nem arra, erre. Szándékosan adtam ezt a kis trágyaszórót, mert ezt el lehet húzni a izéval is, bár elég bután néz ki a nagy traktor mögött. Úgyhogy lehet, hogy a kis traktorral fogom húzni. És akkor nem kell a izé, mert hogyha leakasztom a kis traktort, ugye akkor egyből meg lehet tölteni. Kis traktorral egyből meg tudom tölteni, aztán már szórhatom is. Várjál, már fordulj vissza a kerekedet. Hű, fő ne burulja nekem, more. Jó. Itt
cigarettám meg folyamatosan leég a hamutartóba. Mert sose figyelek oda. Most megint úgy leszek, hogy hál' Istennek végeztem ezzel a mappal, már nem kell vele tökölnöm, nem kell rajta gondolkoznom. És ez úgyse úgy lesz. Ez úgy is úgy lesz, hogy bazd meg, na most mit csináljak? Most mit csináljak így, hogy már nincs ez a map. Ugye ott a Varga map. Aminek nem akarok egyből nekiesni, mint Tóth az apja faszának, mert valahogy egy kicsit olyan át kell gondolnom, hogy azon mi is az, amivel mondjuk úgy kis változást tudok belevinni a dologba. Ezt le is akasztom, és akkor ezzel a traktorral félreállok. Így. Be is viszom helyére, mert erre most nincs különösebb szükség. Jó, még annyit megcsinálok, hogy az automatikus motorindítást azt én kikapcsolom, mert én azt nem szeretem. Tehát akkor kapcsoljon be a motor, amikor én kapcsolom be. Igen, megcsinálom azt hiszem. Várjál, múltkor tudtam, hogy hol van. Valahol itt van elől. Azt mondja, hogy közlekedés automatikus. Nem azaz. Kötelező, nem. Itt van. Jó, így. Na és akkor így legalább nem jár a motor fölöslegesen. Csak akkor jár, amikor beindítom. Jó, mondjuk amúgy se jár fölöslegesen, mert ugye így nagyobb az esély annak, hogy beindítva marad. De nekem ez így életszerűbb. Még azon gondolkozom, hogy majd egyszer, hogyha sok pénzem lesz, meg lesz szabad hely az asztalomon, akkor lehet, hogy egy ilyen control panelre beruházok, meg talán egy joystick arra, akkor nem kéne itt tegérrel jojóznom, de az már csak egy ilyen fölösleges plusz. Beakadsz itt nekem. Erre a másik irányba. Hogy a rosszabb, mert nem kell? Nem kell egy deka se? Nem. Szóval adtál volna. Az egyébként mozgatja az a föld a fantáziámat amúgy is. Olyan szimpatikus az a föld, amit most a magamévá tettem. Már jó pár föld volt az enyém, amit átvariáltam, hogy az enyém legyen. De most akkor ez lesz.
Fölemeltem a villát ilyen magasra, hogy nehogy az legyen, hogy jön itt egy gyalogos, aztán új, fölnyásolom, de mekkorát rándult a izé. Ő kellett volna vennem az orsúlyt előre. Na, látjátok, itt járnak a gyalogosok, aztán még a végén felszúrtam volna őket a villára. Trágya villára. Talán meg fogja szokni, aztán abba adja ezt a izét, ezt a lagolgatást. De nem csak nálam van, gyerekek, ez abszolút, de ez a szájba baszott Giant okozza a szutyok frissítéseivel. Ő bassza meg, ez a fácán még meg is riasztott majdnem. Be kéne raknom a légpuskát a... Jaj, a traktorba. Jaj. Kicsinálta ilyen rücskösre ezt az utat. Ez így valamivel szerintem egy kicsit ez is növeli a kihívást, hogy nem közvetlenül ott van a telephelynél, vagy a telephely mellett a föld, a kezdőföldet, hanem kicsit távolabb. Ezzel is egy kicsit bonyolítva a sztorit. Na. Lehúzom a szélét. Nem tudom, hogy ennek mi a, a szórás szélesség ennek a trágya szórónak. De hát majd kiderül a vallatásnál, ugye? Hát méretéhez képest nem megfelelő, mondjuk úgy, nem nagy, hanem a méretéhez illő. A mappot, pontosabban én a játékot visszaoptimalizáltam magamnak, úgyhogy a fogyasztás az tűrhető. Nem kell attól félnem, hogy ki fog fogyni a ganyi. Még lehet, hogy egy gólya hangot vágok bele, ha találok egy értelmeset. Ha esetleg tudtok, akkor jöhet nekem bármilyen formátumba, tehát még videóba is, ha találtok értelmeset, akkor bármiféle javaslatot elfogadok vasárnapig. Akár még privátba is. Mert még videó alól is kiszedem azt a hangot. Aha, ezt a felét be kell düllőznem, mert itt az erdő miatt nem fogok tudni megfordulni. Nem baj, szépen körbe firkálom a... Itt egy oldal elég, azon a felén még egyet lehúzok. Hát aztán túl nagy probléma nem lesz, hogyha nem lesz benne gólya kerepelés. Lepelés, nem kerepelés, ugye, hanem kelepelés. De azért csak-csak jó lenne. Jó van, azért ennyire nem akarok madártávlatból dolgozni. Dolgozik a kis New Holland. Egy ilyen gépem lenne itthon. Ez nekem tökéletes lenne a maszekolásra is, meg mindenre. Ennél nagyobb nem kéne, mert akkor eladnám. Akkor inkább a zárára koncentrálnék. De egy ilyen gép, ez méretben megfelelne nekem ide hátra a kertbe is.
Ekkora kéne is a szőlősorok közé, meg a... mondjuk a szőlősorok közé már nem nagyon me hasítom ki a francba. Csak még mindig nem jutottam el odáig. Pedig az asszony molesztál, mikor csinálod már, meg mikor csinálod meg. De hát mindig annyira lefoglal engem ez a csafó, hogy kényelmesen üdögéljek, mint az, hogy kint a friss levegőn tornázzak. De tényleg meg kell csinálni. Meg kell csinálnia. Érni. Fasza. De örülök, hogy meg sikerült oldani ezt a sörgyár témát. Majd komolyan mondom, már hajnali kettőkor még azon agyaltam. Hát jó, kettőkor nem, olyan éjfél, olyan fél egy körül még azon járt, kattogott az agyam, aztán fél négykor meg ébresztő volt. Mert az asszony ment dolgozni, azóta nem sikerült még aludnom. Igaz az szerencse, hogy tegnap délután kummantottam egy jót. Na, várjatok, már itt valami gebasz van. Ja nem. Csak úgy elnéztem. Jó van, már rémeket látok. Na nem is kell még egyszer megtöltenem ezt a trágyaszórót, ez így pont jó. Fasza. Nem sokára végzek vele. Most mire ment nekem ennyi pénzem? Majdnem 500 euróm. Nem vettem sem. Vettem valamit? Nem vettem semmit. Ez a trágya, amit vettem itt, hogy ide raktam, oda raktam, az ingyen van. Elméletileg. Jó kérdés. Olyan izé vagyok, gyerekek, hogy nem kell idő, nem vagyok annyira időhöz kötve. Videó ügyileg nyugodtan vagyok, hogy hosszabb időm van a videó készítésre. Nem kell kapkodnom. Nem kell örökké az órát bámulnom, hogy na most már mindjárt letelik az az idő, ami videóra fordítható. Amúgy is mostanában elvette az időmet ez a map készítés, aztán hanyagoltam a videó készítést. De aztán lehet, hogy most már tényleg kéne csinálnom farmingos tartalmat, amiben játszok is, nem csak úgymond mappot szerkeztek. Az a baj, hogy én meg olyan vagyok, mint az elefánt, nem a nagy, hanem a kisebbik, hogy
Hamar elfelejtem azt, amit tudok. Aztán könnyen kiesek a rutinból. És hát nincs utód, akinek átadhatnám azt a kevés tudást, amit tudok, mert az Otto az mutat rá némi hajlandóságot, de ő neki meg befolyásolja ugye a munkája a szabadidejét, meg hát neki ott természetesen ott van a család, ami előre való. Sőt, hát hogyha azt nézzük, akkor értelemszerűen mindenek előtt áll. Így a gólyát, el ne csapjam. Az anyád bugy a gólyát, mi a lófasz bóklászol te itt? Álljál félre? Álljál félre! Hücs! Hücs el innen, ne! Volt főnököm, minden reggel arra kellett kelnem, a szomszédom volt a főnököm. Aztán arra keltem, hogy hajtotta a disznókat. Ne! Hücs el innen, ne! Hücs, ne! Ú, gyerekek! Na mondom, ez se fog szólni, hogy nem kell ma menni dolgozni. Szomszédom volt. Ott nem lehetett azt mondani, hogy olyan könnyen, hogy ajj, bazd meg, olyan beteg vagyok, olyan szarú vagyok. Meg fingottam egy nagyot, aztán hú, Laci, te voltál? Ma azt is tudta, hamarabb tudta, mint ahogy én, hogy én voltam. Szerencsétlen. Sajnálom az öreget. 73 évesen halt meg. Két éve azt hiszem. Ja igen, most lesz két éve, hogy meghalt. Polgármester volt azon a településen, ahol laktam. Azt, amit ő nem tudott, az nem volt. Tehát ő tényleg olyan volt, hogy mindenhez is értett. Nekem az első tanult szakmám is csináltunk, hát volt egy akácerdő. Kivágtuk az akácrönköket és azzal csináltuk a izét, a fóliasátrat és a csapolást, mondom, majd megoldom én, hát mivel tanultam, hogy kék. Nem, az úgy nem jó, te ez nem értesz, majd én megmutatom, hogy kell. Aztán olyan csapolásokat csináltunk, hogy ajaj, de hát össze lett hozva a fóliasátor. Én csak néztem, fogtam a fejem. De hát aztán kibírta az első havat. Azt hittem, hogy össze fog rogyni. De megmondta az öreg, hogy ez így jó lesz. Hát jó is volt. Na, ha még csak el se fogyott a sok cucca ganyészóróból. Úgyhogy már lehet hozni az ekét. Mondjuk egy meszelés nem ártana neki, de nincs mészszórom. Módot meg most nem raktam be. Azért meg nem fogok bérelni egy akkora mészszórót, ami alapból benne van a játékba. Jaj, várja! Izé leveri a gajak, leverik a trágya villát. Hoppá! Ezt a sithalmot mindig elfelejtem, hogy ide raktam. Pedig szándékosan raktam ide. Kurva fácán, ez igen közel van az úthoz. Oda néz, alig húzza fel az úton. Na, erről beszéltem nektek, amikor én domborzatról beszéltem. Ez egy 170 valány lovas traktor, és a ganyi, ami benne van, az meg 8,3 tonna majdnem. Úgyhogy erről beszéltem. Azért ez az a domborzat, ami megviseli a traktort érezhetően.
Tehát ez szerintem egy olyan feelinget ad, egy olyan, annyira megdobja a játékérzést, a játék élvezetet, amit például egy amerikai alapmap nem tud visszaadni. Hogy mész aztán csak egyenesen a sima felületen, meg hát a mai modderek, amiket csinálnak, hát az valami brutális. Némelyik modder. Modder? Ja, modder. Újha, döngicsének ám a legyek a ganyé körül. Nem is viszem tovább ezt a ganyé szórót, ide lerakom. Úgy, és akkor ezt a kis traktort most már be lehet vinni a helyére. És akkor hozom a nagyobbik traktort súllyal, és akkor kezdődhet a szántás. Így. Jó. Beraktam rettenetesbe. Ajaj, hát nem igaz. Hát én vagyok a gazdája ennek a kutyának, aztán folyamatosan pöröl velem. Másik traktornál is, ahogy beültem, először elkezdett laggolni, utána már megszokta a játék. Úgyhogy remélem, hogy ennél is így lesz. Belementem a sárba. Jaj, szerencsétlen. Átmentem a cipődön. Fájt. Nem olvastad le a rendszámomat, ugye? Nem jelent ez föl, hogy ilyenek. Én nem itt dolgozok. Nem. Közelbe se voltam. De elmegyek, megnyúlnom a bűneimet. Magánterületre lépek, de hát erre megyek át most. Várjam erre a zekém. Azt hiszem pont jól állok. Igen. Az váltva forgó eke, tehát így jó lesz. Ide mondjuk nem nagyon kéne GPS-t használnom az ekéhez, de most azért csak használom. Le is foroghatnám ezt a földet végül is.
Azért csak-csak hápog, pedig 300 lóves ez a New Holland. De hát van is sok oka hápogni, mert azért ez egy 2, 4, 6, 7 fejeseke. Azért ez már megfogja itt a történéseket. Kicsit hamarabb is lerakhattam volna. Kellett volna beraknom azt a izé módot, hogy ami olyan műtrágy, na ezt meg jobban kihúztam, na de se baj. Ami olyan műtrágy a szóró, ami viszi a meszet is. De nem raktam be. Mert hát nem raktam be. Hüpsz! Azért egy ekkora földön is már el lehet forgulódni. Elég rendesen. A gyerekek, én ezt a mentést nem is fogom törölni, én ezt most komolyan mondom, annyira élvezem. Így ebbe a formába már. Szerintem ezt nyugodtan végig fogom vinni. Esetleg ha lesz egy-két változás, amit még nem tudok garantálni, hogy a mappon lesz változás, azért nem merem úgy meghagyni a mentést. Emet fő, mennyi hátrép? Jó. Végni. Ne kelljen már ennyit düllőznem. Nem sokára jön a Kovi papa állítása szerint. Bár nem vagyok fönn Discordon. De ha jön, akkor még beállítjuk azt, hogy ez a trágyakupac ez itt legyen. És akkor onnantól kezdve már átadom neki még egyszer tesztre a mappot. Meg talán még egy ember meg, de nem osztogatom én már tesztelésre a mappot, mert akinek átadtam, aznak nem igazán van rá ideje tesztelgetni. Akiben úgy megbízok. Aki meg tesztelni, abban meg nem bízok meg, úgyhogy vannak itt történések. Jó. Mondjuk ide már a csábítás megvan, hogy be kéne rakni egy nagyobb ekét módba. De utána jön a másik csábítás, hogy akkor egy nagyobb vetőgépet, de hogyha már nagyobb a vetőgép, akkor az a vetőgép legyen már multifruitos.
Úgyhogy ez az, amiben nem igazán jó engedni. Hogyha most elrugaszkodok attól, hogy ilyen komótosan, ráérősen, mint ahogy most is csinálom, például a szántást, nekirugaszkodok, hogy na, akkor gyorsan pikpak, minél hamarabb kész legyen, akkor megint csak elveszti azt a varázsát, amit a elméletbe, ami miatt én például magát a farmingot megszerettem, ahogy ezt a Cooper előadta. Ő nagyon beleélősen tudta előadni ezt a sztorit, és nem arra figyelt, hogy na akkor gyorsan, hogy minél hamarabb kész legyen, hanem arra figyelt, hogy minél a valóságnak megfelelőbben legyen az a művelet végrehajtva. Holott elmondása szerint sok köze nem volt a mezőgazdasághoz, de attól függetlenül hajtott a mezőgazdasági munka felé, munkavégzés felé. Ez itt az én erdőm mögöttem, lehet, hogy ebből kéne ritkítanom. Legalább ezt a szélső sort, hogy egy az, hogy pénzt jelentene, a másik megértelemszerűen az, hogy tudnék a földem körül forgolódni. Akkor lehetne beruházni egy... Mondjuk itt lehet játszani már ugye azokkal a dolgokkal, hogy ezt a földet eladni, hogyha learatom, most megművelem, bevetem. Mert ugye nagyon sok mapnál úgy van, hogy már olyan map, olyan földet kapsz, amin van betakarítani való. Tehát az egy plusz. Ott akkor már csinálhatod azt, hogy na akkor ezt learatod, baszol a földre, és gyakorlatilag eladod, aztán veszel egy másikat, ott is learatod. De hát ugye a mezőgazdaságnak nem ez a módja, rendje, hanem a meglévőt műveled. Mert azért a földet, azt nem olyan egyszerű csak úgy megvenni és utána eladni. Vagy pedig eladni és venni egy másikat, mint itt a játékban. Tehát itt úgy kéne, hogy akkor meglévőt azt megtartani. És akkor vásárolni, amikor már összegyűlt a következőre való. Hát mondjuk itt lehet volna helyen megfordulni. Ennek olyan öblös az orra, ahogy nézem, aztán itt a ugye nem úgy működik, mint az MTZ-nél, hogy ilyen sík, kocka, vagy téglalap formájú az orra. Na és akkor becélzom az első sarkát. Itt azért már máshogy működik ez a sztori, meg a másik az, hogy ez egy váltva forgó eke, nem izé. Miért hagyta ki azt a csíkot? Ott ugye megvan az összeszántásnak a rejtelme, megvan a szétszántásnak a rejtelme. Mert ugye föld széléről, hogyha szántunk, akkor összeszántunk. Ha forogjuk, akkor szétszántjuk.
Ez érdekes lenne mondjuk itt ezt egy MTZ-vel, mint amit tegnap este a Kovi papa mondott, hogy neki esnek az egyik kollégájával, 50-es MTZ-vel, kettesekével, aztán a nulláról, az alapoktól. Hát ez szép lesz, főleg így, hogy most visszavettem a földet is. Ho-ho-ho. Nem a 9-es a izi a nagy föld lesz, vagy hány, mit tudom, mi hányos, 11-es, vagy nem tudom, hogy hányos. Az az nagy föld volt. De hogy ezt itt nulla és kisföld, lehet, hogy majd erdészkedéssel kezdenek, és akkor kicsit fáznak, hogy mégiscsak pénzhez jussanak. Csinálnom kéne majd néhány képet. Így például. Várja. Így. Jó. Néhány képet a feltölti linkhez majd. Szépen billeg a traktor. Jó néz ki. Így van értelme a játéknak. Na, nincs is olyan sok már vissza. Jó. Rádúrantunk egy ropira. És akkor szerintem attól függetlenül, hogy berenás a vetőgépem, szerintem attól függetlenül én, mivel vettem kimondottan talajlazítót, szerintem fogom szépen talajlazítózni a földet, meg annak rendje módja szerint fogom művelni. Na de, skacok, köszönöm szépen, ez a mai
videó ez eddig tartott. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Várlak titeket vissza a következő részre is, ami nagy valószínűséggel most már nem fog összefüggeni mop készítéssel. Maximum szerintem most a vasárnapi megosztó napot azt meg tudom tartani, amit terveztem is, úgyhogy ott is már játék lesz. Lehet, hogy multi, lehet, hogy single player, tehát egyedül fogok játszani, de a lényeg az, hogy akkor most már vasárnap meg lesz osztva a map. Akinek tudjátok, mondjátok el, ha megoldható, és hogyha esetleg megosztjátok, azt is megköszönöm, meg hogyha feliratkoztok, meg lájkoljátok, meg ilyenek. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, jók legyetek, szevasztok!